Szervusz, Hegedűs Tibor! Sziasztok, hallotok? Én hallak, nem tudom, hogy a nézők is Oké, hallnak-e. rendben, én hallok benneteket. Látom, hogy Hegedűs Tibor világos kék inkben mosolyogva tekint ránk, integet. A háttérben ott van a Csillagászat Nemzetközi Éve hivatalos logója, minden tökéletes. A bajai csillagászattal kapcsolatban fogjuk majd őt meginterjúvolni, ugyanis Baján, mint mindig, most is forrong az élet. Éppen ezen a hétvégén sikerült egy háromdimenziós anaglif kiállítást bemutatni a bajai nagyközönség számára. Hogyha felvennéd a szemüveget, akkor még hitelesebb lennél. Köszönöm szépen, én is felveszem. Az előbb már felvettem, most nem fogom még egyszer. Hogy is van ez a kiállítás ti nálatok? Tegnap előtt nyitottuk meg, délután 5 órakor, hála Istennek nagyon nagy látogatottság volt, teltház. Ez annyit jelent, hogy a Borbás Mihály bemutató teremben kb. 50-55 ember volt. Megnézték az állóképeket, körülbelül 12-13 állókép van, és utána, mint hogy a megnyitó az mindig egy kicsit jelesebb alkalom, két mozgófilmet is lejátszottunk, hát az egyik talán a Polaris TV nézői által is ismert a Csillagok zenéjével aláfestett ilyen csillagközi utazás Kollár Zoltán elnökünknek a alkotása. A kérdés az, hogy pontosan hol van ez a Borbás Mihály bemutató terem? Ez a bajai bemutató csillagvizsgáló mellett tulajdonképpen annak valamikor része volt, és hát sok évi egyeztetés után sikerült a városházától visszakapni. Ez a régi csillagvizsgálónak volt a könyvtára. Ez a Tóth Kálmán utca 19-ben van a belvárosban, tehát jól megközelíthető bárki számára. A képek között milyen jellegű felvételeket lehet látni? Ti készítettétek őket? Gyakorlatilag jól kapcsolódok az előbb előttem beszélt Borosolá Mónikához. A legnépszerűbbek számunkra is, és ezért ezeket választottuk a kiállítás fő képeivé, a Mars képek, tehát a Mars háromdimenziós képei, ugye a Kopratész, Hasadék és társai, de egy néhányat előbányáztunk az internet mélyéről, a hold felvételek utólagos föltérbeliesítéséből, illetve néhány kép van az ISS űrállomásról, Szaturnusz holdakról, úgyhogy nagyjából így ez a kollekció. Ezt kölcsön is tudjátok adni, igaz, hogyha valaki igényli? Igen, igen, ezt szeretném is, hogyha közhírre lehetne tétetni, hogy a körülbelül 29-én szedjük le a kiállítást, utána bárkinek szívesen odaadjuk. Hát először szeretnénk itt Bács-Kiskun megyébe a környékben utaztatni. Bátaszéki gimnáziumba, Szekszárdra, Kiskunhalasra, és utána távolabbra is. És egyébként hozzáteszem, hogy bővíteni is fogjuk, remélhetőleg több képpel, úgyhogy ez akár egy 10x10 méteres termet is be fog majd tölteni. Hát most jelenleg egy ilyen 6x felító termet tölt meg. Szerintem mi is majd ki fogjuk igényelni, és egyébként is óriási az igény, úgy veszem észre az országban a csillagászati asztrofotós kiállítások iránt. Ez egy nagyon jó műfaj, és ebben ez az anaglif kiállítás kimondottan unikumnak számít. Nagyon jó ötlet, és gratulálok is hozzá. Ha jön valaki, akkor elviheti a szemüveget? Hát nálunk ez egyelőre úgy van, hogy nem. Megvenni lehet, de elvinni nem, mert nagyon fogy, szóval nézzétek, az én tapasztalatom az, hogy 3-4 használat után már igen komoly százalékban amortizálódnak. Tehát mondjuk lehet törölgetni ugye még az összes írósodott szemüvegeket kétszer-háromszor, de ilyenkor már egyre több el szokott pusztulni, összegyűrödnek, valaki nem vigyáz rá. Meg hát a másik az, hogy csak elcsenik, tehát azért fogy is. Fogyó eszköz. Igen, de azért ilyen 50-es, 100-as adagokban azért majd szándékozunk pótolni. Hát az utaztatásnál én azt gondoltam, hogy egy 100 darabot adunk a kiállításhoz. Hát én még nem tudom, hogy bírjuk-e úgy, hogy ajándékba, vagy majd ki kell fizetni. Hát nem tudom, ez most még nyitott kérdés. Nem gondolkoztam még rajta. Ez egy kérdés. A fő az, hogy megvan a kollekció és utaztatható, ami nagyon-nagyon fontos idén.
Igen. Hogy áll a Galilei vetélkedő ti felétek? Hát ugye, amit szabad én nekem erről az egészről mondani, az csak a weben is fönt lévő információ. Az első három csapatot szívesen beolvasom, de csak a csapatnak a kódnevét. Jó, jelenleg persze. Az első forduló után a Tunguska 908-as kódú csapat áll, a második a repülőlajkák 989, és a harmadik pedig a Trantor 576. Ugye úgy kértük, hogy nehogy zavar legyen az elnevezések terén, ugye nagyon sokan szeretik ugyanazokat a klasszikus csillagászati nevezéseket kitalálni, és ezért kértünk egy háromjegyű számot is, úgyhogy azért van ez, hogy egy név és egy háromjegyű kód. Egyébként elég szoros az élmezőny, gyakorlatilag a második-harmadik csapat holt versenyben van, és 94,5%-os a teljesítményük. Az első csapat az 97,5%-os teljesítménnyel áll az élen. Örömmel hallom. A egyéb terveitekről tudnál valamit regélni? Hát igen, vagy örömmel. Álmaitokról? Igen, örömmel beszélek róla. Hát először is ugye a kiállítás után bőven van tennivalónk, mert a Galilei vetélkedőnek hamarosan, február 16-án ki kell írni a következő internetes fordulóját, azon fogunk dolgozni. Már készülődünk a 100 óra csillagászat akcióhoz, ott mi is működni fogunk. Április 24-25-én ugye a Galilei vetélkedő döntője, na ez rengeteg munkát okoz most már a háttérben, ami nem is nagyon látványos, nem látszik. Az év során mi szeretnénk minden olyan akcióhoz csatlakozni itt Baján, hát ugye hagyj mondjam el itt örömmel, hogy remélem ti is így gondoljátok, hogy az MCE-nek itt egy elég komoly délvidéki erőssége vagyunk, tehát mi minden olyan akcióban benne szoktunk lenni, és benne is leszünk, amit a Polarisból ti indítotok el, illetve hát más országos és nemzetközi akcióban is benne leszünk, tehát például így a júniusban a múzeumok éjszakáján, akkor a ősszel például szeptemberben a kutatók éjszakáján, tehát ez mind-mind nagyon fontos, kiemelt fontosságú esemény, ami Baján is nagyívű programokat fog jegyezni. Örömmel hallom, és köszönöm szépen a beszélgetést és a sikeres kapcsolatot. A munkátokhoz további jó energiát, jó egészséget és sok derülteget kívánunk innen a Polarisból. Szia!